Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Olajos János, az Erzsébet városi polgár. Szép jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Üdvözlöm a kedves nézőket, Brajer Péter vagyok, és ez a Pirkadat, a heti televízió reggeli politikai magazin műsora. 5783 az Úr jó voltából, Kiszlév havának 7. napján vagyunk, míg a polgári időszámítás szerint 2022. december 1-e és csütörtök van. És akkor nézzük, mit üzen nekünk a meteorológia. A várható időjárás mínusz 2 és 7 Celsius fok között várható. Talán a hó is fog esni. Így aztán öltözzenek rétegesen, figyeljenek oda folyadékháztartásokra, legyen egy ernyő a táskájukba, és olyan cipőt vegyenek el, aminek a vége nem egy baleseti osztály, tehát magyarul, ami nem csúszik. Nyissák ki az ablakot, helyezzék magukat kényelembe, vegyék be kiegészítő tablettájukat, semmi idegesség, már is mondom, hogy mit üzen a Magyar Nemzeti Bank. A Magyar Nemzeti Bank szerint az euró középárfolyama 409.14, míg az amerikai dollár 392.23, és az angol font 474. 117 évvel ezelőtt született Kellér Dezső, magyar író, humorista, dramaturg, konferanszé, érdemes és kiváló művész. A Vidám Színpad örökös tagja. Rá fogunk emlékezni a nap folyamán. És már is kezdjük a beszélgetést Olajos János Erzsébet városi polgárral. Mi történik ebbe a kerületbe, és tágítsuk ki a kerületet. Azt mondom, hogy Erzsébet városi polgár, akkor én úgy összevontam Terézvárost, Erzsébetvárost, a Ligetet, tehát tulajdonképpen az egész környéket, lassan nagy budapesti polgárrá változol. Hát igen. Mennyire hallható egyáltalán a civilek hangja ezen a télen itt? Mert ugye hivatalosan a teret is megkezdtük a Meteorológiai Intézet szerint. Mire gondolsz a civilek hangjában? De mielőtt ebbe belekezdem, bocsánat, én azzal készültem, hogy tudom, hogy egy kicsit rendezetlennek tűnik a arcomon a szőrzet, és ez nem... Szőrzet, az arc szőrzet, igen, ez a szakálnak nevezett valami. És mivel december 1-e van, tehát novembert lezártuk, de novemberről nem tudom, minden férfi társan tudja el, hogy ez a nós év, azaz magyarul ne borotválkozz hónap, ami arra próbálta felhívni már évek óta a figyelmet, hogy a férfiakat is ugye veszélyezteti egyfajta rákos betegség, többek között, ami specifikusan férfi betegség, az a prostatarák, és évek óta ennek az ellen való küzdelemre történő felhívás és figyelem felkeltése az oka, hogy novemberben férfi társainknak egy jelentős része nem borotválkozik. Ugye a hölgyeket meg kell, hogy ezt vegyék. Nézzék el, hiszen nem kell más csinálni, és akkor itt egy mondattal be is fejezem, mint hogy felhívni a figyelmet arra, hogy fontos az a bizonyos szűrés. Tisztelt férfi társaim, menjenek el, nem fáj, nem kerül semmibe szinte, egy vérvétellel meg lehet állapítani, hogy van-e, vagy esetlegesen valamilyen veszély fenyegete. Ha nem, akkor tökéletesen egy évig biztonságban érezhetjük magunkat. Én azt gondolom, hogy ez mindenkinek belefér, megéri. Viszont megéri, ezt a saját példámon tudom. És ha már szűrésről beszélünk, és a minek a világnapja, ugye december első napja van, tehát ma van az ECS világnapja, és nagyon érdekes, tegnap azt kérdeztem a miniszterelnöki hivatalt vezető minisztertől, Gulyás Gergelytől, a rendkívüli kormányinfon, hogy miért nem tesszük ingyenes és kötelezővé a terhes anyáknak az egyszűrést, hisz nagyon sok kismama nem tudja, hogy valahol összeszedte a hívet, és a szépen gyarapodó csecsemő ezt előrökölheti. Igen. Viszont, hogyha a szűrés folyamán kiderül, akkor megfelelő ellenszereket kap, és egészséges kis lurkónak vagy kislánynak adhat életet. Igen, pontosan. A válasza, mind ahogy azt a híradóban is láthatták, hallhatták nézőink, és ma még sok híradó van, tehát visszatérünk rá, hogy az egészségügyi szervezetek, ha összefognak és a kormányhoz
fordulnak, akkor biztos megfelelő választ fognak kapni. Hát rajta minden olyan szűrés, amivel megelőzhetünk egy életre szóló betegséget, azt érdemes megcsinálni. Ki gondolta volna? Na, és akkor most, hogy megmentettük a társadalmat, akkor nézzük, hogy vajon a társadalom is megmente minket. Mi történik ebbe a... Tegnap sétálgattam kis kerületünkben, ahogy mondod, Terézváros, Erzsébetváros, tegnap is. Sokszor teszek gyalogosan is sétát, nem csak autóval, hiszen az autóval ez már lerágott csomnak számít, de nem érdemes lassan bejönni sehova a városba. És a Madách tér környékén sétálva majdnem orra buktam, olyan gyalázatos állapotok uralkodnak ott azon a téren is, járda és útburkolat tekintetében, hogy szerintem ezt vagy a helyi, vagy a fővárosnak, de leginkább a helyi önkormányzatnak kéne figyelemmel kísértetni azon szervezet alapján, ami ugye van a rendészeti szerv, meg egyebek, akik ne csak az autósok és az egyéb szabálytalankodókat próbálják büntetni, hanem én úgy gondolom, hogy az is lenne a feladatuk, hogy ezeket a burkolati hibákat, ha látják. Rajtam kívül még egy fiatal hölgy is ott volt, aki szó szerint elesett ebben, mert eldobta, még szerencsé, hogy fiatal volt, mert egy idősebb embertársunk talán úgy esik el, hogy akár a csuklóját eltöri. Ez a fiatal, hogy eldobott mindent, és a tenyerével, ahogy elesett, úgy tudta magát megvédeni. Hát azt akarod mondani, hogy a pártváltogató helyi politikus palántáink inkább a térnek a köveit nézzék? Hát nem ártana néha le is nézni, nem csak mindig föl a magasba, az égbe, és ott szárnyalni, ahogy ők próbálnak. A pártváltogató helyi vezetőink, ugye, akik szerintem ez a biciklivel is elég veszélyes lehet ott keresztül menni, mert esetleg ott is... Biciklisták, figyelem, nem csak két lábbal lehet bukni, de rollerrel és biciklivel még nagyobb a veszély. Na mindegy, szóval visszatérve a 6.-7. kerület és a civilekre, azt kérdezted, hogy mit tehetnek, vagy hogy lehetne a hangjukat felerősíteni. Igazából van itt a kerületben civil egyesület, aki ugye, hál' Istennek van a képviselete az önkormányzatban is, és ott én a legutóbbi önkormányzati testületi ülésen is, mikor ezt meghallgattam és végignéztem, láttam, hogy elég aktívan van a civileknek szóval egyáltalán fedél a fejük fölött, mert annak idején a Veselényi 17-ben ott ilyen kis irodájuk voltak nekik, amit többen használtak, volt levélcímük, és hát nem kávéházakba kellett, hogy működjön. Igen, én azt gondolnám, hogy a jelenlegi 6.-7. kerületi önkormányzati vezetés nem igazából figyel oda ezen civil szervezetek, és akkor egy kicsit tágítsuk a kört, ugye nem csak a helyi civilekre, hanem a Budapest fővárosi, és akik nagyobb léptékben gondolkoznak, és próbálnak gondoskodni a rászorulókról, szociálisan rászorulókról. Ahogy mondod, inkább elvették ezeket a lehetőségeket, mint hogy adnának, holott biztos, hogy van lehet. A propagandájukban, illetve a korábbi választási kampányban elmondottak alapján mégsem igazából a lakosság és a civileknek a támogatásáról szól ez a... Hát azért, hogy valami jót is mondjak, az általános főpolgármester helyettes az utóbbi időben kérdéseinkre válaszol és megjelenik nálunk. Nagyon szép eredményekről számolt be, nagyon komoly munkát végeznek patika támogatás, rezsitámogatás területén. A baj az ott van nekem, úgy tűnik, hogy van egy bizonyos osztály, aki inkább éhen hal, mint hogy segítségért forduljon. Tehát a civileknek az lenne a feladata, hogy vagy akár a szomszédoknak. Nekem van egy nagyon szomszédnéni, és hogyha nem lát egy hétig, akkor fölhív telefonon, hogy Péter, él, minden rendben van? Sajnos ez az, ami kezd kihalni így a társadalmunkból. De ő egy aranyos néni. Nagyon sok aranyos néni él szerintem magányosan, úgyhogy a korábban
teljesen természetes dolgok, az, hogy a ezek az emberi kapcsolatok és emberi reakciók, hogy igenis tűnjön fel, hogy két napja nem láttuk a szomszédunkat, aki nem biztos, hogy idős, de mondjuk akár betegségben szenvedett, vagy valami, hogy próbáljunk meg utána érdeklődni, hogy valóban és ne akkor normális meg, amikor miatt jön és elviszi a hullaszállító. Hát ne arra. Jaj, lehet, hogy tudtunk volna segíteni. És lehet, hogy tudtunk volna segíteni, így van. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ahogy az elején is mondtam, hogy több mindenre föl kell hívni tehát a figyelmet. Lehet, hogy a helyi politikusoknak inkább szolgáltatásokkal és nem az országos nagy politikával kéne foglalkozni? Hát az én véleményem az, hogy a helyi politikusoknak igenis a helyi lakossággal és a helyi politikával, illetve a helyi problémákkal kell foglalkozni, mert a megfelelő emberek ott ülnek a parlamentbe, akiket megválasztottunk, hogy azok az országos politikával, a helyieknek nem kéne ugródeszkának használni egy helyi politikai státuszt, hogy majd ő innen. Hát hogyha a tehetsége és a képességei úgy ítéli meg a helyi lakosság, akkor természetesen a következő választáson persze, induljon el. Nagyon sok helyen országszerte és bizonyítson. Fent említett környéken is a könyvtárakat tovább nyitva tartják, sőt, mi több a zsimű. Tudod, mi az a zsimű? Na. Zsidó művészeti napok. Zsidó művészeti napok nem alkoholivásra csábítja a kocsmába az embereket, ilyen, hanem egy kultúrát vezet be, hogy egy pohár, mondjuk egy kóla mellett, és ez nem hirdetés, mondjuk egy zéró kóla mellett, ami, vagy bármi az mellett, többféle is van, irodalmi igen. beszélgetés, a legkülönbözőbb, itt a Buli negyedbe, tehát dr. Vadas Vera és csapatai úgy gondolták, hogy egy kis kultúrát nyomatunk bele, és az én főszerkesztőnőm is, Osváth Csarolta is, két fiatal kortárs szerzőkkel beszélgetnek. Tehát ez szenzációs, tehát te, mind a kerület díszes polgára. És a szó lesz helyileg, hogyha. Most volt egy megnyitó a Mazeltovval, ez nem a hirdetés, mert biztos nem díszvacsorát fogyasztanak az emberek, talán esznek egy minyont, ha van minyon, vagy isznak egy narancslét, és szenzációs, igazán nagy menő újságírók, narrátorok beszélgetnek kortárs szerzőkkel. Szuper. Hát, hogy ez tényleg tök jó, hogy azt mondom, érdemes hogy követni ilyen, ezt ilyen a... menni, és hogyha már nem a reklám helye, de azért így valami jót is mondjunk, hogy ugye közeledik a karácsony, most vasárnap volt az első adventi vasárnap, és meggyújtottuk az első gyertyát otthon. A kerületvezetése mégiscsak valamilyen módon hozzá akar járulni ennek a kerületnek. Úgy látszik a hírét, hogy vigyék a turisták is, meg a helyi lakóknak is egy kis hangulatot teremtsenek. A Madács téren lesz egy kis adventi vásárnak nevezhető kezdeményezés, kitelepülnek. Elődeik a rászorulóknak, vagy a 70 éven felülieknek inkább a zsidóknak hanukiát, a nem zsidóknak egy karácsonyfát, vagy valamit állítottak, illetve adtak ajándékba. Hát nem hiszem, hogy a jelenleg gazdasági helyzetben, és már tavaly előtt is az interneten hirdették meg, hogy aki kívánja, az elmehet sorbálni, és megkaphatja. Köszönöm, hogy velünk voltál, sajnos a beszélgetésre szánt időnket én túlbeszéltem, de nagyon fontos volt, hogy tudjuk azt, hogy az erzsébetvárosi polgár felfedezte a kultúrát is. Igyekszem. És ezekbe a nagy attrakcióban, amikor akár két lábon is megpróbálunk közlekedni ebben közlethetetlen utcákba. Apropó, sikerült felfedezned, hogy is jutunk el a Klauzál térre, Istenne, hogy autóval? Innen? Nem ma, nem időnként ejtőernyővel kell ott leszállni, vagy? Ez egy örök rejtér marad az univerzumban, hogy mikor, honnan, és hogy ne hagyja az Isten, éjszaka megfordítják megint véletlen majd az egyik utca irányát, és mire reggel felébredünk, már nem is az az útvonal. Úgyhogy ezt én javaslom mindenkinek, hogy minden reggel frissítse a térképeit otthon, mert egyébként sose fog eljutni Olajos a János látták és hallották, és már is repülünk tovább. Érdekes nap ez a mai.
Következik dr. Szatmári Péter a Milton Friedman Egyetemről, amiben az a legérdekesebb, hogy a szépkorúakkal is kellőképpen foglalkoznak nemzetközi szinten. Előzetesek, és már is jövünk vissza, tartsanak velünk!